Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez az új rovatunk, a háborúk hírei, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze naponta Ukrajnából és a világ más konfliktus zónáiból. Ezek következnek most. Reagáltak a lengyelek a határ mellett mozgolódó Wagner csapatok kapcsán, és több forgatókönyvvel is készülnek. A Varsói Nemzetvédelmi Minisztérium abból az alkalommal nyilatkozott a PAP hírügynökségnek, hogy a csütörtöki, a Minszki Védelmi Minisztérium által megerősített sajtóértesülések szerint a Wagner csoport a fehér orosz hadsereggel együtt a lengyel határ szomszédságában fekvő Brest városa melletti terepen gyakorlatozik. A határ biztonságos, Lengyelország folyamatosan figyeli a keleti határ szakaszon fennálló helyzetet. Különféle forgatókönyvek megvalósítására készülünk, a helyzet alakulásától függően, fogalmazott a tárca. Felidézték Jaroszláv Kaczynszki kormányfőhelyettes, a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság párt elnöke, aki a biztonsági ügyek felügyeletéért is felelős, valamint Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter korábban is figyelmeztetett arra, hogy a Wagner csoportot felhasználhatják a lengyel fehér-orosz határ destabilizálására. A lehetséges fenyegetések megelőzése véget már korábban megerősítették a határőrség és a lengyel hadsereg együttműködését, emlékeztettek a közleményben. Utaltak arra a műveletre is, amelynek keretében július elején további több mint 1000 lengyel katonát és mintegy 200 katonai járművet csoportosítottak át az ország keleti részébe. Pavel Jablonszky külügyminiszter helyettes a PAP-nak nyilatkozva komolynak nevezte a lengyel keleti határ szomszédságában fennálló helyzetet. Felidézte, Lengyelország, Fehéroroszország már korábban ostromolta a lengyel határt, felhasználva az illegális bevándorlók szervezett csoportjait. A diplomata nem zárta ki a hasonló, különféle katonai vagy félkatonai szervezetek bevetésével is történő támadások lehetőségét. Vallott veszteségeiről a Wagner csoport, sosem látott konkrét számokat tártak a világ elé. A Wagner csoport összesen 78 ezer harcosa vett részt az ukrajnai háborúban, 22 ezeren elestek, 40 ezeren megsérültek, olvasható Jevgenyi Prigozsin Wagner vezér hivatalos Telegram csatornáján egy frissen megjelent bejegyzésben. A számokat egy Marx fedőjelű Wagner parancsnok tette közzé, Prigozsin hivatalos csatornája, a Kepka Prigozsina viszont szintén megosztotta ezeket. A poszt azért született meg, mert az orosz védelmi minisztérium azt írta, 33 ezer Wagner zsoldos állt át a reguláris erőkbe szerződéses katonaként. Marx azt írja, valójában nincs összesen a Wagner csoportnak ennyi harcosa, ezután pedig konkrét számokat közöl a zsoldos brigád ukrajnai tevékenységéből. A Wagner saját adatai szerint 78 ezer Wagner zsoldos vett részt az ukrajnai üzleti úton, vagyis a háborúban. 49 ezer elítéltet toboroztak az orosz börtönökből. Bakhmut elfoglalásáig 22 ezer Wagner harcos esett el, és 40 ezeren sérültek meg Ukrajnában. A Wagner csoportnak jelenleg 25 ezer egészséges harcosa van, illetve sok ezer sebesült, akiknek az ellátása folyamatban van. Jelenleg 10 ezer Wagner zsoldos van Belarusban, vagy tart az ország felé, 15 ezeren pedig nyaralnak. A zsoldos vezér szerint tehát teljesen lehetetlen az, hogy 33 ezer Wagner zsoldos írt alá szerződést a Védelmi Minisztériummal, ha csak nem halottak írtak nekik alá. Súlyos vád a brit hírszerzéstől. Kína bűnrészes az ukrajnai háborúban. Richard Moore, a brit MI6 hírszerzési szolgálat vezetője, nagyon erős kritikát fogalmazott meg Kínával szemben egy prágai konferencián. Szerinte egyértelmű, hogy Peking Oroszország mellett van, de mellett más diktatúrák támogatásában is részt vesz. Elmondta, hogy a korábbi óvatos kínai külpolitikai elvek megváltoztak, és ez aggodalomra ad okot, írja a Politico. Prágában rendeztek konferenciát, amelyen felszólalt Richard Moore, a brit MI6 titkos szolgálat vezetője is. Moore kemény kritikát fogalmazott meg Kínával szemben. Bűnrészesnek tartja Pekinget az ukrajnai háború kirobbantásában, és szerinte a mianmári katonai hunta cselekedeteivel is összeköthetők. Szerinte a kínai technológiai fejlesztések minden országra veszélyesek lehetnek, ezért érdemes óvakodni ezektől. A sebezhető államokat például kritikus adatok átadására kötelezheti. Ilyen volt például a vakcina kampány idején az, amikor az átadott oltóanyagokért cserébe minden oltási információt megkövetelt magának a kínai kormány. Az MI6 vezetője elmondta, hogy a szervezet legtöbb erőforrását most nem Oroszország, hanem Kína köti le. Erre azért is van szükség, mert a kínai hírszerzés hatalmas forrásokból gazdálkodva erőteljesen terjeszkedik már a tengeren túlon is. Szerinte a kínaiak egyértelműen támogatták az oroszokat a háború kezdete óta.
Minden fontos szavazáson semlegességgel akarták fenntartani a kívülállóság látszatát, viszont egyértelműen a NATO-t tették felelőssé a történtekért. Szerint az orosz-kínai kapcsolatok eltolódtak, egyértelműen Peking lett a domináns, Moszkva alárendeltje lett a pekingi akaratnak. A kínai külpolitikai elveket az 1970-es évektől kezdve a Tao Kuang Yang Hui, vagyis elrejtjük a fényt és kivárjuk az időt, elvi jellemezte. Moore úgy fogalmazott, hogy az óvatos kínai diplomáciának azonban Xi Jinping kínai elnök vezetésével vége lett, és agresszív külföldi nyomulás mellett belföldön is fokozta a lakosság elnyomását. És akkor mai hír összefoglalónk végén szokás szerint egy vendégkommentár, Robert Clark, biztonságpolitikai szakértő, a Brit Telegraphban fejtette ki a véleményét, amelyet Maráci Tamás foglalt össze a Mandiner számára. Clark szerint Ukrajna és a nyugat súlyos vereségbe futhat bele, mert ha az ukrán ellentámadás kifulladna, és emiatt Ukrajna kellemetlen területátadásokra kényszerülne, az felbátorítaná Oroszországot és Kínát is a globális biztonsági státuszkó felrúgásának folytatására. 2022. február 24-e, vagyis az orosz invázió megindulása óta három opció nyílt a felek előtt a háború majdani lezárására. Az első, hogy valamelyik harcoló fél egyértelmű katonai győzelmet arat. A második, hogy a helyzet egy befagyott konfliktusba torkollik. A harmadik pedig az, hogy a szemben álló felek egy tárgyalásos megoldást találnak a konfliktus lezárására, fogalmaz Robert Clark. A brit biztonságpolitikai elemző szerint az ukrán katonai tanácsadók legutóbbi közléseiből azt lehet kiolvasni, hogy az ukránok egyre inkább hajlanának a harmadik megoldásra. Olekszij Aresztovics, az ukrán elnök egykori tanácsadója nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna területeket engedhet át Oroszországnak, a megmaradt, meghatározott határú Ukrajna viszont sziklaszilárd biztonsági garanciát kap a jövőjére vonatkozóan, nem kevesebbet, mint a NATO tagságot. A területi kompromisszum kérdése megosztó ügy, hiszen egyrészt ennek felvetése ukrán részről azt jelzi, hogy már nem biztosak abban, hogy katonai eszközökkel képesek lennének visszafoglalni az oroszok által másfél éve megszállt összes ukrajnai területet. Az ukrán ellentámadás másfél hónapja tart, eredményei egyelőre szerények. Az ukrán erők a vártnál keményebb orosz ellenállásba, tagoltabb védelmi vonalakba ütköztek, és az ígért nyugati fegyverzetek egy része még nem érkezett meg a frontra. A hírek szerint az oroszok oldalán a Wagner fiaskó utáni parancsnoki állománycsere nagy felháborodást keltett a fronton harcoló alakulatoknál, amelyek harci morálja alacsony. Mégis az orosz védállások szilárdak, dezertálásról, megfutamodásról nem érkeznek megbízható híradások, a logisztikájuk is fejlődött, vagyis minden belső problémájuk ellenére az oroszok tartják magukat a mélységi védelmi rendszereikben. Másfél hónap alatt az ukrán hadsereg a fő frontvonalon, a Zaporizsja környéki arcvonalon 8 kilométerre tudott behatolni, miközben a cél, az Azovi-tenger elérése délfelé további 90 kilométeres áttörést igényelne. Az orosz aknazár és a védvonalak tartják magukat, sok időre és fegyverzeti kapacitásra lesz szükség ahhoz, hogy az ukránok Melitopolt elfoglalják és távlati célként előre tudjanak törni Mariupolig. A brit Civitas intézet elemzője szerint az aknazár okozta veszély mellett óriási handicap az is, hogy az ukrán szárazföldi csapatok előrenyomulását nem támogatja erős tüzérség és légicsapás mérőerő. Így a csapatok gyilkos orosz tüzérségi tűz és célzott harci helikopteres támadások keresztüzében próbálnak előre törni. Az ukrán ellentámadás így lassú, a nemzetközi közösség pedig türelmetlen, gyors eredményeket vár, pedig a brit szakértő szerint az ukrán hadsereg mind élőerőben, mind harci morálban, felszerelésben, fegyverzetben, logisztikában, stratégiában, kapacitásait maximálisan kihasználva jól teljesít. A baj az, hogy egy dolog nincs az ukránok oldalán, mégpedig az idő. Robert Clark írásában idézi a hírhet afgán mondást, amely szerint az elhúzódó afganisztáni háború során ezerszer mondogatta az amerikaiaknak. Lehet, hogy nálatok vannak a karórák, de viszont nálunk van az idő. És ez ugyanígy igaz az ukrajnai hadszíntérre is. Az esős ősz, majd a fagyos tél eljövetelével a nagyszabású hadműveletek esélyei csökkennek, majd ellehetetlenülnek. A nyár a legalkalmasabb időszak a katonai műveletek végrehajtására, most pedig már július közepe van, az alkalmas időszak fele már eltelt. Az ukránokat tehát szorítja az idő. Az oroszok az év elejét arra használták fel, hogy többszintű védelmi vonalat létesítettek. Ha idén nyáron is elmarad az ukrán áttörés, akkor 2024 tavaszára az oroszok betonkeménységű határvonalat erősítenek meg a jelenlegi frontvonalon, amely azzal járhat, hogy ez a vonal válik végleges de facto államhatárra a két állam között.
Ha őszre Ukrajna nem tud jelentős területeket visszafoglalni, jövő év elejére a nyugat könnyen arra az álláspontra helyezkedhet, hogy a kompromisszumos tárgyalásos, vagy úgy területfeladásos megoldás felé terelje Kijevet. A háborús fáradtság jelei egyre inkább érződnek, a nyugat nem fog tudni fegyvereket szállítani a végtelenség egy hosszan elhúzódó háborúban, írja a The Telegraph vendégszerzője. A raktári fegyverzeti készletek, a lőszer tartalékok pedig végesek. A közelgő amerikai és európai választások miatt a politikusok saját választóik nyomása alá kerülnek a háborús költségek miatt. Robert Clark úgy véli, hogy a háború legvalószínűbb kimenetele az, hogy Ukrajna területeket fog feladni a harcok beszüntetése érdekében. Kérdés, hogy a területeket vesztő Ukrajna lesz-e a NATO tag, ugyanis Moszkva azt a területekért cserébe sem fogja majd tolerálni. A helyzet legveszélyesebb összetevője pedig a brit szakértő szerint az, hogy Kína számára ez a rendezés a legelőnyösebb. Ukrajna megosztottá válik, Oroszország revolverezi Kijevet és Európát, a NATO pedig gyengül. Peking ebben az új felállásban neki kezdhet ambíciói megvalósításának, a csendes óceáni térségben új birodalmi, területnövelő tervei megvalósításának, és ezzel a nyugat végzetes meggyengítésének, írja a szerző Robert Clark. Ez volt tehát a háborúk hírei 2023. július 21-én, Morvai Péter szerkesztőt hallották, várom Önöket holnap is friss hírekkel. Ha szeretnének ezekről és más adásainkról előre értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a csatornánkra, és állítsák be az értesítéseket is. Köszönöm megtisztelő figyelmünket, találkozzunk legközelebb is!